Alacsony képzettségű és közfoglalkoztatott álláskeresőknek hirdet ingyenes tanulási lehetőséget a Tolna megyei kormányhivatal Bonyhádi járási hivatal foglalkoztatási osztálya. Bolti előkészítő és pénztáros szakmákat sajátíthatnak el az érdeklődők, de számos plusz előnnyel is jár, ha valaki tanulásra adja a fejét. A tanfolyamon résztvevők számára a képzési támogatást is megállapítunk, ami ezen program esetén a közfoglalkoztatási programban történő belépést jelenti, azaz, mint közfoglalkoztatott, de egyben tanfolyami résztvevő közfoglalkoztatási minimálbért, azaz havi nettó 56.525 forint munkabért visz haza. Ezen kívül a vidékieknek megtérítik az utazási költséget is. Az oktatás helyszíne Bonyhádon lesz, és a tervek szerint még június hónapban elindul. A képzésekről tudni kell, hogy ezek intenzív jellegű képzések, azaz a hallgatók heti 5 napot, napi 6 órában, hétfőtől péntekig vesznek részt az oktatásokon. Nagyon fontos felhívnom a figyelmet a hiányzásmentes jelenlétre, ami természetesen a szakma pontos elsajátítása szempontjából is kiemelten fontos. Másrészt a hiányzások a képzési támogatás szempontjából is csökkentő tényezővel bírnak. Vagyis ha nem jelennek meg a jelentkezők a tanfolyami órákon, akkor elveszíthetik az említett több mint 54.000 forintos támogatást. A képzés időtartamát 340 órában határozták meg, ami azt jelenti, hogy körülbelül 2 hónapra kell csak visszaülni az iskolapadba. Jelentkezni csak személyesen, a lakhelyhez tartozó foglalkozási osztályon lehet.